Üdv mindenkinek az Agile Tips with Balázs Ferenc csatorna legújabb adásában. Iratkozzatok fel, és ne felejtsétek a notification ikont sem, hiszen rendszeresen friss tartalommal jelentkezünk. Támogassatok minket Patreon oldalunkon, mert minden bejövő forintot jótékony célra fordítunk. További szakmai tartalmat találtok a scrummastersuli.com, illetve a productownersuli.com blog oldalain. Köszönjük! Ugye, én írtam a blogjaimba több posztot is arról, hogy egy Scrum Master hogyan termeli ki a bérét, meg hogy hogyan érdemes keresni Scrum Mastert, hogyan tudod kiszűrni a kamu Scrum Mastereket. Ugye a kamu alatt azt értem, aki jól adja magát, de valódi tudáson és tapasztalat nem rendelkezik. Illetve, hogy milyen érvek és érvrendszerek tudnak szólni egy szervezetben amellett, hogy egy Scrum Mastert végre kifizessen adott esetben a vállalkozó, tulajdonos, ugye ebben az esetben akkor a befektető. Úgyhogy ehhez vannak tényleges támpontok. És onnan jutottunk el ide, hogy a Scrum Master miért hasznos. Ez egyik tipikus olyan csapda, ami buktatja a startupokat, az a méréshez való nem elégséges viszony. Van-e még egy ilyen tipikus csapda, legalább ennyire erős, mint mondjuk a mérés? Igazából nincs. Vagy hát egy ennyire erőset nem tudok. Tehát itt tényleg, ugye itt a mérésen azt is ér, vagy ugye van ezen az agilis módszertanon belüli mérésnél van egy külső mérés, amit támogat ez az agilis módszertan. Ez pedig az, hogy a befektető azt nézi, hogy amit a tervhez képest, amit leadtunk, megvalósulnak-e azok a dolgok, amelyeket vállaltunk az ő pénzéért cserébe. És hát a befektetés az nem úgy néz ki, mondok egy számot, hogy kérünk 1 millió eurót, és akkor azt a projekttel aláírjuk a szerződést, és tessék fiam, 1 millió euró, hanem annak az ütemezése, hogy azt milyen ütemezésbe kapja meg a startup. Milyen teljesítmények. Milyen mérföldkövek vannak, mi kell ahhoz, hogy a következő részt megkapja, az ugye benne van a tervben, az elő van írva. És hogyha elmaradok a tervtől, akkor azt nagyon meg kell tudnom indokolni, hogy miért maradtam el a tervtől ahhoz, hogy megkapjam a következő. És itt megjelen egy nagyon fontos pont, amiben az Agile, illetve a Scrum Masterek tudnak rengeteget segíteni, az, hogy a tervezés hogyan nem lesz túlfújt lufi, hanem hogyan tud a leginkább realista lenni, sőt kritikus, sőt önkritikusan realista, annak érdekében, hogy a vállalások és a vállalások mentén történő szállítás biztonsága és kiszámíthatósága az tud bizalmat szülni, és akkor működhet a befektetés. Ugye, nagyon könnyen elő tud állni az a helyzet, hogy ennek ellenére azt mondja a befektető, hogy figyelj, ez így lassú nekem, mert ez 8 év alatt fogsz eljutni a break-evenhez, ugye, amikor már önfenntartó a termék. Úgyhogy akkor inkább most szálljunk ki. Ez most baj adott esetben? Adjuk fel, ne adjuk fel, vagy legyünk ambiciózusabbak, hogy hát ha akkor agresszívebben megközelítve a piacot, mondjuk behozható néhány év a történetből, vagy a Scrum Mastert hibáztassuk emiatt? Ugye, ha nincs Scrum Master, nehéz hibáztatni. Annyival egészíteném ki az előbbi kérdésedet, hogy az nagyon fontos, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a módszertan, ez nem csak a fejlesztésre, a termék kifejlesztését segíti és támogatja, hanem mondjuk az értékesítésre él is. Amikor egy új terméket vezetek be a piacra, nem mondhatom azt, hogy sok éves tapasztalatokra számíthatok, hanem az van, hogy viszem a piacra, mutogatom a termékeket, érkeznek a visszajelzések. A piac nagyon gyakran nem az, mint aminek látszik messziről. De tényleg, hát most van, mondok egy példát, itt van ez a PSD2 szabályzás,
ez a pénzügyi rendszerek megnyitása, hogy a bankoknak az náluk lévő információt a ráépülő szolgáltatók számára meg kell nyitniuk, és oda kell adniuk bizonyos adatokat. Ez elméletileg megtörtént, törvény szabályozza. A valóságban a bankok a vártnál sokkal lassabban készültek el ezekkel az apikkal, amiken keresztül csatlakozni lehet az ő rendszerükhöz. Ha te egy olyan szolgáltatást akartál indítani, ami csatlakozik ezekhez a rendszerekhez, és ezt használja föl, akkor te nem tudtál 2019. szeptemberben elindulni, hanem csak 20-20 márciusában, mert itt volt egy fél éves csúszás. Ezt nem látod, amikor elindulsz, és még számtalan más példát mondhatnék. Hát neked olyan szemlélettel kell fölépítened az értékesítési csatornáidat, az egész értékesítésedet, hogy képes legyél ezekre a piacról visszajövő reakciókra te változtatni a korábban fölépített stratégiáidon. Képes legyél beépíteni ezeket az információkat, erre kidolgozni egy választ. Adott esetben a rendelkezésre álló marketing keretet nem az egyik módon felhasználni, hanem egy másik módon felhasználni. Akkor megint visszakanyarodunk a beszélgetésünk legelejére, hogy 9 rész tervezés, 1 rész végrehajtás, és nem kapkodás, meg gyors. Így van. De lehet, ugye lehet, azt is be lehet tervezni, ha valamit nem tudok. Be lehet, most nem tudom, de akkor meg fogom tudni, és amikor megtudtam, akkor arra valamit építek, akkor majd arra a tudásra. Tehát ezt azért lehet látni előre, hogy hol vannak lyukak a tervben, és azt is lehet látni, hogy amikor oda fogok érni egy folyóhoz, akkor ott majd hidat kell építeni. Azt innen nem tudom, hogy milyen széles a folyó, de ha odaérek, fogom látni, de azt lehet tudni, és erre lehet azért valamilyen módon készülni. Igen, tehát ugye a tervezés támogató, ugye tudom, hogy nem tudom, tehát így akkor megszerzem majd alkalmasint a tudást. Nem tudom, hogy tudom, ez a meglepetésszerű, hogy néma, ez is megy. És ugye az atom, amit időnként a fejedre dob a rossz szerencse, amikor azt se tudjuk, hogy mit nem tudunk. Igen, amikor nem tudjuk, hogy nem tudjuk. Ugye ezt kivédeni nem lehet. Ha lehetne, akkor nem lenne vállalkozás a vállalkozás. Igen. Értem. Azt tudom mondani, hogy azért, hogy érdemes-e bezárni, vagy nem bezárni, néha be kell zárni. Tehát az is egy tapasztalat, hogy ezt be kellett zárni, és ha föl tudom azt dolgozni, hogy mitől kellett bezárni, akkor nagyon sokat tudok belőle tanulni. És a legrosszabb az, amikor fél évben később egy óriás plakáton látod a saját megoldásodat más nevével. Igen. Ami biztos talán ilyen zárszónak, hogy ha világbajnok akarsz lenni, akkor nagyon önzőnek kell lenned. Azt nagyon kell akarnod. Akkor annak mindent alá kell rendelni. Ez bizonyos értelemben, ha a nulláról egy sikeres vállalkozást akarsz indítani, akkor nagyon önző kell legyél, akkor mindent annak kell alárendelni. Nyilván... Ez nem a csapattársakkal szembeni önzés? Nem a csapattárs. Nem, hát ugye hát a egy cél, egy pont, és... Az is jó, ha motiválni tudom azokat, akikkel egy buszon ülök. De a legjobb az, hogy ha már úgy szállnak fel a buszra, hogy ők motiváltak. Hát, hogy olyan csapatot kell építeni, aki tudja, hogy mit akar, és akarja azt, és meg is akarja csinálni. Milyen egyszerű volt a manifesto, nem is tudom melyik pontja, build your projects around motivated individuals, give them all the support they need and trust them to get the job done. Ugye építsd a projekteidet motivált egyénekre, adj meg nekik minden támogatást, amire szükségük van, nem azt, amit kérnek, hanem amire szükségük van, és bíz bennük, hogy akkor el is végzik a melót. Nagyon szépen köszönöm, Laci, ezt a beszélgetést. Lacival találkozhattok a remoteguru.hu alkalmazásban, mint guru. Lehet nála foglalni időpontot és beszélgetni vele ügyes, bajos, startupos, befektetős, üzletfejlesztős dolgokról. Használjátok ki nyugodtan ezt a lehetőséget, link majd szintén bent lesz a leírásban. Hamarosan újabb része jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni és a notification ikont is megnyomni. Támogassatok minket Patreon oldalunkon. Sensei szintű támogatóink a leírásban. Köszönjük, nélkületek nem menne. Minden bejövő forintot jótékony célra fordítunk. További szakmai tartalmakat találtok blogjainkon, a scrummasterschooli.com és a productownerschooli.com oldalain. Köszönjük!